A Pécsi Harmonika Fesztivál gála koncertjét a Harmonika hét zárásaként rendezték meg a Kodály Központban. A tavalyi évhez hasonlóan fellépett a Himesházi Harmonika Zenekar, a Bói Harmonika Együttes, valamint a megye növendékeiből álló Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar. Tulajdonképpen a gála már 3-4 évvel ezelőtt is azért jött létre, hogy a Baranya megyei harmonika oktatást, a Baranya megyei harmonikás közeget bemutassa. A gálának az egyik fő attrakciója, ha lehet ezt így mondani, a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar, amelyben a megyében tanuló harmonikás növendékek és tanáraik vesznek majd részt. Ez idén egy 40 fős zenekar, őket egészítik ki nagybőgő, gitár, valamint lesznek szólistáink, trombita, a Percussion Project Pécs többek közt, és ami az idei év újdonsága, hogy lesz egy Baranya megyei kis harmonika zenekar is, amelyben a 10 és 12 éves megyei harmonikás növendékek vesznek majd részt. Ők idén fognak debütálni, és remélem, hogy ebből hosszú távon is ők ki tudják majd nőni, és aki tovább lép, az van hova tovább lépni, mert majd mehet a nagy zenekarba. Idén egy új felállás is szerepelhetett a színpadon, ez pedig a kis harmonika zenekar, mely nyáron alakult olyan általános iskolás diákokból, akik érdeklődnek a zene iránt. A csoportot a kezdetektől fogva Durovics Dóra tanárnő vezeti. A kis harmonika zenekart nyáron alakítottuk, és augusztusban kezdtük el a próbákat a Lénaó házban. Egyrészt ez a célunk, hogy a német hagyományainkat megőrizzük, a népzenét, illetve hogy a gyerekek összejöjjenek egy zenekarban, és a harmonikát gyakorolják, és az a célunk, hogy utánpótlást is neveljünk a nagy zenekarban. A gála koncert két felvonásból állt. Az első részben a kisebb zenekarok mutatkozhattak be, a rövid szünet után pedig a Baranya megyei ifjúsági harmonika zenekar kapott szerepet. A Pécsi Harmonika hét zárásaként rendezték a gála koncertet. Az elmúlt napok tapasztalatai nagyon pozitívak, hamar elkeltek a jegyek a záró koncertre is, valamint a hétközbeni előadásokra is sokan ellátogattak. Én nagyon-nagyon pozitívnak tartom, őszintén megmondom, hogy amikor én ebbe belevágtam, tudtam, hogy ez egy eddigi legnagyobb program lesz. Nagyon-nagyon sok programunk volt, 7 különböző helyszínen, 17 koncert, több mint 100 fellépő, és kicsit féltem attól, hogy nem lesznek telt házak, illetve nem lesz ekkora érdeklődés, és nagyon-nagyon meglepődtem, mert az esetek nagy részében vagy telt ház volt, vagy tényleg nagyon sok közönség összejött, nem csak a megyéből. Egy célja is volt az idei fesztiválnak, hogy egy kicsit bővítsük, és nagyon sokan jöttek például külföldről is, akik, vagy például a harmonikás cég, a fellépők, nagyon sok külföldi fellépőnk is volt, illetve hát úgy külföldiek, hogy a magyarok csak kint tanulnak. Nagyon-nagyon sok új helyszíneket bevontunk, például a Művészeti Kart, a Pécsi Tudományi Egyetemen, vagy az Eszkárgó Szobaszínházat, és még nem tudtuk, hogy fog működni, és aminek nagyon-nagyon örülök, hogy én azt gondolom, hogy minden koncert megtalálta a maga helyét, és számomra nagyon-nagyon pozitív ez a hét. A szervezők szeretnék ezt a nagyszabású rendezvényt továbbra is megrendezni, hiszen bőven van érdeklődés az ilyen programok iránt. A gála koncert a Baranya megyei Harmonikások Egyesület szervezésében valósulhatott meg, a Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft., a Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával.